mindenki lehet nyom, amilyet szeretne. Tessék, nyomjatok. Azon vegyes méz van már, az biztos. Persze. Bonyhádon a Széchenyi István általános iskola tanulói vajas mézes kifit reggeliztek. De azok a diákok sem maradtak ki a mézes reggeli programból, akik nem az iskolába étkeztek. Ők a délelőtti szünetekbe ostyalapra nyomva többféle termelői méz különlegességet is megkóstoltak. Azért ízlik a méz, mert nagyon sok ember meggyógyít, és jó a kölgésre, és még a tejába is lehet tenni, hogy jó. Már több helyen kóstoltam. Voltak ilyen rendezvények, ott is adtak, és minden más. Hát ilyen rendezvényeket kaptam. Én már máskor is kóstoltam, és szerintem nagyon finom, egészséges, köhögésre is jó. Mindenkinek ajánlom, szerintem a hársa a legjobb méz. Egészséghéten kóstoltuk már, vegyes mézet kóstoltam, akácmézet, és termelői méz, a nagyon finom. És az osztálytársunk apukája nagyon szeret méhészkedni, és ezért az iskolán felajánlotta neki, hogy hozhat egészséghétre mézkóstolást, és most a héten is csak úgy mézet kóstolni. Nagyon finom a méz, egészséges, most úgy is fáj a torkom, és nagyon szeretem. Meg egészen jó, eléggé édes kicsit, és egészen jó az állaga, nem nagyon folyik, sem nagyon híg, hanem olyan pont kellemes. 2014. novemberében szervezték meg először a mézes reggeli programot hazánkban. Azóta minden évben megtartják országszerte. Mai nap folyamán ugye 2014-ben csatlakozott Magyarország is az Európai Mézes Reggeli Programhoz. Szlovéniába indult. Eleinte 50-60 iskolával kezdődött. 50 ezer gyermeket tudtak megreggeliztetni. Tavalyi évben már közel 200 ezer gyermeket próbált meg az Egyesület, meg az Országos Egyesület is elhi szerveznek megreggeliztetni. Az idei évben úgy néz ki, hogy sikerül 200 ezer általános iskolás gyereknek eljuttatni a mézet, és fölhívni a méhekre, a mézre és az egészséges táplálkozásra a gyerekek figyelmét. Az Egyesület rengeteg szóróanyagot bocsátott a helyi egyesületek és a termelők segítségére. Az iskoláknak is eljuttattunk egy DVD-lemezt, amin kisfilmek vannak a méhek életéről, a méhek hogy készítik a mézet. Ez levetítésre kerül, ha igény van rá, akkor magyarázat is következik. Szóróanyagok vannak hozva, a gyerekeknek vannak kérdéseik, válaszolunk rájuk, és bátran kérdezgetnek, bátran kóstolgatnak, és elég nagy sikere van évről évre. Több gyereket érdekel és érint, és pozitívumokat lehet észrevenni a fogyasztásban is, és az érdeklődés iránt is. Tolna megyében összesen 65 intézmény, óvoda és általános iskola csatlakozott a kezdeményezéshez. Vagyis közel 10 000 gyermek kóstolhatott különböző akác, hás, repce, mézfajtákat. Az idei mézes reggeli program abból állt, hogy az iskola vezetőségével előre megbeszélt időpont alapján meg lett beszélve az iskolának az élelmezési osztályával, akik ellátják a 10 órai uzsona ebéd az iskolával. Meg lett velük beszélve, a mai nap reggel folyamán vajas kiflit kaptak a gyerekek. Én előzőleg már el lett nekik szolgáltatva a méz, őt elkészítették a vajas mézes kifliket, amiket a gyerekek megkaptak úgymond 10 óraira, reggelire, és pluszban pedig még felhoztunk ide mézeket, amit akik nem kapnak úgymond itt 10 órait, mert önállóan étkeznek, azok is tudtak itt maguknak nyomni fajta mézeket, és a többiek is tudtak jönni, és ostyalapon tudtak végigkóstolni a terméket. Végül is a lényeg az, hogy fölhívni a figyelmet országos szinten, meg európai szinten arra, hogy a természetes étel fogyasztására a helyi termelők segítésére, és arra, hogy az egészséges táplálkozás, és hogy milyen fontos szerepet játszik a reggeli a gyerekeknek is, hogy ne hagyják ki, mert vannak olyanok, akik eljönnek otthonról, úgyhogy nem esznek, itt nem esznek, ott nem esznek, és hogy fölhívni a figyelmet a reggeli fontosságára. Néznek a fontosságára is, és arra, hogy ez egy természetes édesítőszer, már az őskorban is használták, a mai napig a legegészségesebb édesítőszer. A minőségét végül is korlátlan ideig megőrzi. Találtak mézet a piramisokban is, ami mai napig fogyasztható állapotban van, de hát ez egy természet kincse. Régebben úgy mondták, hogy a felsőbb életszínvonalnak volt
a tápláléka. A mai világban meg most már megtehetik az emberek azt, hogy aki megteheti magának, az tud mézet vásárolni, és ezt a fenségesen el tudja fogyasztani. A programnak köszönhetően egyre több gyerek szereti meg a mézet, és kever saját magának vegyes mézet. Nagyon szerencsés iskola vagyunk, mert hogy Simon János apuka, nem csak méhész, hanem édesapa is, két gyereke is ide jár az intézménybe, úgyhogy jó szívvel vállalja be az iskolában ezt a programot. Tavaly még úgy kellett a gyerekeket lehozni és rábíztatni őket, hogy melyik mézet kóstolják meg, vagy hogy mindegyiket kóstolják meg. Most ott tartunk, hogy a 6 csomag ostja elfogyott, mert hogy már önkiszolgálóan kezelik a méz adagolót, és kóstolják a mézeket, különbséget tudnak tenni a különböző mézek között, és azt gondolom, hogy ez nagyon jó, mert azt jelenti, hogy megszokták ezeket az ízeket, és talán otthon is kérik. Nagyon fontos az, hogy mivel nagyon édes szájúak most a gyerekek, hogy természetes anyagokkal is találkozzanak, ezzel édesítsék a teájukat, vagy egy szénhidrátos reggelinél mézet használjanak. Ezért is volt ma az, hogy a konyhától csak sima vajas kenyeret kértünk, és akkor a gyerekek maguk adagolták rá a mézet, hogy egy kicsit már az étkezési szokásaikon is tudjunk változtatni. A Bonyhádi Általános Iskolában összesen 9 kg méz fagyott el, és további 600 darab mézes tasakot osztottak ki a tanulók között a helyi termelők.